Köszöntöm az embermese nézőit. Amikor jöttem a buszon ma a stúdió felé, akkor akarva-akaratlanul hallottam egy beszélgetést a hátam mögött ülőktől. Két lány beszélgetett, és az egyik azt mondogatta folyamatosan, hogy jaj, olyan stresszes vagyok. Ideges volt, és érezhetően feszült volt a hangja. Nem láttam az arcát, csak a beszélgetést hallottam. És így kicsit elmosolyodtam magamban, hogy milyen különös az élet, hogy épp most hallom ezt a buszon, mikor ez lesz a műsor témája, hiszen elfogadta a meghívásunkat Gyulai Krisztina, stresszmentor coach. Vele fogok beszélgetni a stresszről, a boldogságról, és arról, hogy hogyan is kellene jól élni, vagy jobban, mint ahogyan tesszük ezt. Krisztina, szeretettel köszöntelek, nagyon köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg így történt, hogy a két lány beszélgetését olyan szívesen hátrafordultam volna, és azt mondtam volna, hogy én tudok egy segítőt, kísérőt, egy tulajdonképpen, ha mitológiát, vagy irodalmi beszélgetés lenne, akkor azt mondanám, hogy egy őrangyalt, hiszen nagyon komoly szolgálatot végeztek ti, akik arra tettétek föl az életeteket, mint ahogy te is, hogy más embereken segítsél. Igen. Ez egy gyönyörű élethivatás. Igen, és nagyon megható, hogy így fejezted ki magad, de valóban nagyon nagy segítség tud lenni már csak egy jelenlét. Tehát, hogyha valaki van, aki meghallgat minket, nem is kell feltétlenül mindenféle szaktudásokkal még ott bombázni az illetőt. Tehát én azt veszem észre az ügyfeleimen is, hogy amikor jönnek, és csak fókuszált figyelemmel meghallgatom őket, és ő el tudja mondani a problémáját, azzal már egy nagyon nagy segítséget kapott gyakorlatilag. Ó, igen, én is ezt érzem. Van egy olyan mondás, szoktuk néha mondogatni, hogy megosztott bánat feleződik, megosztott öröm sokszorozódik. És valóban így van, hogy nagyon sokszor csak az a gyógyír, hogyha valaki figyel ránk, vagy meghallgat minket, ahogy te mondod. De arra vagyok kíváncsi, mert hogy azért ez egy nagyon komoly vállalás, egy élethivatás, amit te csinálsz. Most már ugye több mint 20 éve, szóval évtizedek óta végzed ezt a terápiás munkát, vagy ezt a segítő létezést. Hogyan kezdődik, hogy egyszer csak azt gondolod, hogy neked ez a dolgod, vagy hogy kezdődik el egy fiatal embernél a felismerés? Arról tudok beszélni, hogy nálam hogy kezdődött. Igen. Ez, hát spirituálisabb körökben mondják, hogy ez egy ilyen elhívás, nem mindenki nyitott erre a gondolkodásmódra, de valahogy mindig is volt bennem egy nyitottság, nyilván arra is, hogy meghallgassak másokat a kommunikációra, azzal is foglalkoztam egyébként előtte, és hát arra is, hogy segítsek másokon. Tehát az empátiás érzék az valószínűleg egy velem született tulajdonság, és hát valahogy így úgy is alakult tulajdonképpen a sorsom, hogy bár teljesen más irányba, ugye ezt beszélgettünk róla korábban, hogy vállalati szektorban dolgoztam, tehát multinacionális világban, és azért csak arra sodort előbb-utóbb az élet, hogy mégiscsak segítő szakmával foglalkozzam, tehát konkrétabban egy-per-egy üléseken segítsek embereknek, vagy tréningek formájában, úgyhogy úgy alakult gyakorlatilag az életem is, hogy hiába mentem el dolgozni, úgy alakultak a körülmények, hogy aztán eljöttem, és akkor belevágtam ugye a különböző tanulmányokba, és aztán elkezdtem ezt vállalkozás szintjén, tehát egyénileg csinálni. Márai Sándor írja valahol, hogy bármire rendeltetett az élet, és ez minden elhivatott emberre vonatkozik, nem tudsz kitérni. Szóval, hogy valahogy úgy intézik a, most kinek hogy tetszik, égiek, sors, a magasabb erő, ezt mindenki eldönti, hogy nevezi, de hogy valahogy úgy megy az életünk, hogy oda terel, hogyha érzed ezt az elhivatást magadban. Nyilván nálad is ez történt. Így van. Tényleg nagyon próbáltam. Én egyébként, mikor az első fiam született, ennek már több mint 18 éve, akkor éreztem először, hogy nekem itt máshol van dolgom, tehát hogy nem oda kell gyás után visszamennem, ahol dolgoztam, tehát ahonnan elmentem.
de azért csak visszakeveredtem valamiért, azt gondoltam, hogy nem tudom, vissza kell mennem dolgozni, és utána folyamatosan jöttek az ilyen-olyan jelek, ezek jelentkeztek testi tünetekben, benti problémákban a munkahelyi. Testi tünetekben például? Hát jöttek ezek a tipikus stressz tünetek, például nagyon erős, stresszes környezetben dolgoztam, tehát nyilván nem véletlen mentem ebbe az irányba, és hát egészségügyi problémákhoz is elvezetett, aztán egyébként egy elég komolyhoz is 2010-ben, tehát hogy igazából akkor született meg az az elhatározás, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell. Tehát én magam is átéltem elég sok magánéleti, munkahelyi, meg egészségügyi problémát, és sok minden terápián én is átmentem, meg önismereti úton, és szerintem valahogy akkor tájt fogalmazódott meg, hogy én ezt szeretném csinálni, mert nekem is nagyon nagy segítség volt, és nagyon jó volt megélni, hogy voltak ilyen kis őrangyalkáim, akik miatt én azt gondolom, hogy konkrétan életben maradtam egy ilyen nehéz időszakban. Akkor gondolom, te is úgy gondolod, mint a költő, hogy aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Ez így van. Viszont az tud hiteles lenni szerintem. Igen. Vajon mindig alá kell merülni a legmélyebb, amit személy szerint mindenki elvisel, hogy hitelesek tudjunk lenni? Lehet, hogy, nem tudom, ezt nagyon nehéz erre válaszolni. Az is biztos nagyon sokat tud segíteni, aki nem megy le a poklok poklának a mélyére. Viszont én azt tapasztalom, hogy tehát amikor érzi az ügyfél is, hogy én tudom, hogy miről beszél, és látja rajtam, hogy együtt rezgek vele, mert tudom, hogy mi az a probléma, amit elmond, és még egyébként akkor sem ugyanazt értem, vagy érzem alatta nyilván, mert mindenkinek a sajátja, de legalább körülbelül tudom, hogy ő hol járt, és én akkor hol jártam, és ezt tudom elhelyezni térben. Tehát én azt tapasztalom, hogy az ő szemükben is ez valahogy egy nagyobb érték. Amellett, hogy persze, ha valaki nem rendelkezik egy ilyen nehéz háttérrel, akkor is tud segíteni szaktudással, meg jelenléttel, de hogy ez egy pluszt ad. Szerintem. Egyébként ez abszolút így van. Képzeld el, hogy amikor a fogorvosom éppen közeledett felém a különböző kínzóeszközeivel, és gondolom, hogy olyan rémület volt a tekintetemben, és mondta, hogy ne féljek, neki is ezt megcsinálták, és abban a pillanatban elsimult bennem minden. Tehát, hogy a páciensként, vagy a fogászati székben, vagy mondjuk egy terápián, valóban így reagál a lélek, hogyha az a másik ember már túl van egy megpróbáltatáson, akkor hitelesebb számomra, meg egy jobban bele is tud az ember kapaszkodni. Pont azt akartam mondani, hogy van egy bizalom, szerintem igen. Ilyenkor pluszban, meg egy erősebb kapcsolódást érzünk talán. Meg vajon úgy működünk mi emberek, hogy hú, ha már ő túl van rajta, akkor nekem is sikerülni fog. Szóval egy kicsit ez is, igen, nem? De hogy nem, ez szerintem rengeteg löketet ad, vagy egy ilyen pozitív kapaszkodót, kilátást, perspektívát, hogyha ő megcsinálta, akkor nekem is sikerülhet. Nos, belevágtunk a dolgok közepébe, de nekem ez nagyon is tetszik. Ugye azzal kezdtük, hogy stressz. Ezt tényleg az egyik legnagyobb égető probléma a világban, mindenhol a világban. Nagyon sokat beszélünk erről, nagyon sokat hallom innen-onnan, hogy stresszkezelés, de valahogy úgy érzem, hogy nem eleget, vagy nem jól beszélünk, vagy nem jól fogjuk meg a lényegét ennek az egésznek, mert valahogy már a megoldást nem hallom. Uh-huh. Tehát olyan, mint hogyha fölütné a fejét egy bizonyos probléma, de igazából úgy szertefoszlik már a megoldás. Mi az, hogy stressz? Honnan tudom én mondjuk, hogyha stresszes vagyok? Fizikai tünetek? De mindig csak úgy jelentkezik? Vagy Honnan tudhatja bárki is, hogy stressz van az életében? De nagyon sok tünete van, nem feltétlen csak fizikai tünetei vannak. De akkor kezdem az elején, ugye, hogy stressz. Gyakorlatilag minden olyan inger, ami kibillent téged, vagy valakit az megszokott egyensúlyi normális állapotából. Tehát ez lehet egy testi, lelki, egy mentális kibillenés, amihez ugye, miután nem a normális állapotom, a szervezet elkezd valahogyan alkalmazkodni. Ez ugye ez a Sejl János féle ellenállás szakasza, amikor próbálok visszabillenni gyakorlatilag az egyensúlyi állapotomba, és hogyha sokáig tart ez a kibillent állapot, sokáig kell alkalmazkodnom, tehát krónikus maga ez a kibillent állapot, maga a stressz,
akkor elfárad, kimerül egy idő után a szervezet, és akkor jelentkeznek általában ezek a komolyabb tünetek, amik lehetnek fizikai tünetek, ugye ez nagyon sokszor egy kardiovaszkuláris probléma, vagy egy emésztőszervi probléma, de lehet egy sima fejfájás, tehát egy tenziós fejfájás, mozgásszervi problémák, rengeteg tünete van, de ugye a legvégső esetben az immunrendszert is nagyon le tudja gyengíteni, tehát egészen odáig, hogy sajnos aki hajlamos rá, meg nyilván minden több tényezős, de akár egy daganatos betegség kialakulásához is hozzá tud járulni. De lehet ez egy koncentrációzavar, egy memória probléma, alvás probléma, motivációvesztés, tehát nagyon sokfajta módon jelenhet meg a stressz az életünkben, és nem is biztos, hogy rögtön tudjuk, hogy ez stressz, hanem valami, ami nem normális. De akkor azért ott már gyanút fogunk, hogy ez eddig nem így volt, valamit csinálni kéne. Igen, igen, ezt is erre irányulna a következő kérdésem, hogy vajon fölismerjük-e? Mert ugye az emberek, mondjuk ha azt mondod, fejfájás, vagy emésztési, vagy alvás problémák, mit csinálnak ilyenkor az emberek? Ír fejfájás csillapítót, vagy vesz a patikában, és akkor dobálgatják be a gyógyszert, mert hogy hát fáj a feje, tehát mi nem úgy gondolkodunk, mondjuk ahogy az ókorban már gondolkodtak, hogy test-lélek, az nagyon, nagyon egy. És nyilván a lélek betegíti meg a testet. Szóval, hogy ott kéne keresni a megoldást, de a modern kor embere dobálgatja be a fájdalomcsillapítót. Hát ez így van, sajnos ezzel nem tudok vitatkozni, és én is ebben hiszek, hogy nem tudjuk szétválasztani a gondolatainkat, az érzéseinket és a testi síkunkat, tehát ez egyben van, és ugye több ezer éves kínai, meg ajurvédikus gyógyászat nem véletlen kezelte az egész embert együtt, és nem csak a tünetet. Nagyon fontos, hogy azt is kezeljük, csak ha csak tüneti tűzoltás van gyakorlatilag, attól a gyökérokok nem fognak megszűnni, tehát azt is kell kezelni. És sőt, tulajdonképpen nem is biztos, hogy megállapítják az emberek magukról, ugye, hanem csak azt érzékelik, hogy valami gond van, de az már egy okozat. Igen. Szóval, hogy ott... Én nem akarom nagyon ebbe az irányba elvinni, de abszolút azt gondolom, hogy mi lelkek vagyunk egy bizonyos test, egy földi ruhában, szóval, hogy mi nem elsősorban testek vagyunk némi lélek résszel, hanem hogy pont fordítva. A test a lélek temploma, igaz? Igen, de hát ez már egy másik beszélgetés lehetne. És ugye azt elmondtad, hogy végigmentél te is mindazokon az állomásokon, fölismerted. És ugye kell hozzá ez az empátia, ami nálad nyilván, hogy sokkal több, mint egy, hogy mondjam így, mint egy normális embernél, mert hogy ugye nagyon sokan keresztül megyünk bizonyos megpróbáltatásokon, de nem fogalmazzuk meg azt, hogy akkor ezek után én szeretnék segíteni más embereknek. Igen, meg én még oda egy picit visszakapcsolnék az előző kérdésedhez is, hogy ez tudatosság kérdése is, meg önismeret kérdése is, hogy ki mit vesz észre magán, és azzal mit kezd, tud-e rajta, akar-e rajta változtatni, utána megy-e, vállal-e ért a felelősséget, vagy kívülről várja mindig a megoldást. Tehát, hogy ez megint egy több tényezős történet, de hogy a kulcs szó itt is a tudatosság és az önismeret szerintem. Nagyon-nagyon összetett ez az egész, annyira megint csak az ókor, ugye ismerd meg önmagad. Igen. Évezredek óta ez a szemünk előtt van ez a felirat, és tulajdonképpen mégsem tudunk vele mit kezdeni. Olyan, mintha a titok itt lebegne, látjuk is, de nem nyúlunk érte. Pedig a megoldás is, meg a válasz is bennünk van. Bennünk van, ugye? Igen. Nos, hogyha valaki, tegyük föl mondjuk a jobb verziót, hogy valaki azt érzi, hogy bizony gondjai vannak, és ha testi vagy bármilyen, de tünetei vannak, kibillent az egyensúlyából, ahogy te mondtad, milyen szépen fogalmaztál. És megállapítja, hogy neki szüksége van olyan emberre, aki most támogatást tud nyújtani, segíteni tud ezen a buckán átevickélni. Akkor, és mondjuk megtalálja Gyulai Krisztinát, akkor mi történik, Krisztina? Hogy zajlik egy ilyen terápia, kezelés, hogy nevezed ezt? Tehát kezdjük az elejéről. Jó. Nem terápia, mert ugye én nem gyógyítok, és igen, pszichológus sem vagyok, úgyhogy nem így hívjuk. Ezek tulajdonképpen ilyen coaching ülésekre alapuló konzultációk, konzultációs sorozat,
És úgy kezdjük, hogy eljön az illető, ott van egy ilyen nulladik megbeszélésünk, ahol én elmondom, hogy én mit tudok, és hogyan tudok neki segíteni, és hogy ehhez, hogy változzon a helyzet, neki is tennie kell. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ez egy ilyen, nem is azt mondom, hogy baráti kapcsolat, de egy ilyen 50-50, tehát 50-50%-ban bele kell tenni neki is az energiát. Én tálcán kínálok neki módszereket és eszközöket, és ugye az már rajta múlik, hogy leveszi-e, és beépíti az életében. Ebben persze segítek, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan, de hogy kell egy ilyen változtatni akarok hozzáállás, meg kell egy felelősségvállalás. És azt is meg szoktuk beszélni, hogy ez nem lesz egy könnyű dolog. Tehát, hogy akkor kezdjen bele, hogyha ha vállalja ennek a nehézségeit, mert azért a változtatás sosem egyszerű. Pláne egy kicsit a mélyére nézünk a dolgoknak, meg tükörbe nézünk, azt sem mindig szeretjük. És hogyha ezt letisztáztuk itt gyakorlatilag a kereteket, akkor indul el maga a mentoring folyamat, amikor legelső lépésben feltérképezzük a stresszforrást, tehát hogy ő mit gondol, hogy miért stresszes, vagy mi a probléma, vagy az elakadás az életében. És ezt én szeretek komplexen megnézni mindent, tehát hogy jöjjön egy adott életterület stresszforrásával, mondjuk egy munkai konfliktussal, de általában ez kihat a magánéletre, az egészségre, a szabad idejére, tehát elég sok életterületre, úgyhogy megnézzük, hogy ez hova gyűrűzik. És azt is megbeszéljük, hogy valójában az-e a stresszforrás, amivel érkezik, mert nagyon sokszor nem az a stresszforrás, amivel jön. Tehát most például megint el tudom mondani ezt a példát, hogy munkai konfliktus, és van egy ügyfelem, aki ezzel érkezett, hogy nagyon zavarja őt a főnökének a számunkérő hangvétele, és ez rengeteg konfliktust eredményez az életükben, annyira, hogy már a teljesítmény rovására is ment, meg aludni sem tud. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és egy kicsit a mélyére ástunk, és kiderült, tehát nyilván ez nem egy beszélgetés folyamata, hogy ő ezt egy otthonról hozott mintátról van szó, tehát hogy otthon neki ez volt a családból hozott, egyébként transzgenerációs öröksége, hogy nem vagyok elég. Tehát ott anyuka, a fölmenők is hozták ezt, hogy bármit csinálok, nem vagyok elég. És tulajdonképpen ennek tartott tükröt ez a főnök. Tehát az ügyfelem fejében volt ez a gondolat, vagy mintázat, és hogy igazából nem a főnökkel, aztán ki is mondta, hogy nem a főnökkel, meg nem a stílusával van a probléma, hanem azzal, hogy ő akar saját magától túl sokat. Úgyhogy aztán nyilván szétszálasztuk ezt az egészet, ezt most csak azért gondoltam, hogy elmesélem, így talán könnyebb megérteni, hogy nem mindig ráfogjuk valamire, hogy nem tudom, hisztis a gyerek, és akkor állandóan hisztizik otthon, és attól vagyok stresszes, és akkor nyilván ennek van egy oka, hogy egyébként még 500 másik dolog lehet a háttérben a gyereknél is, hogy miért hisztizik, meg nálam is, hogy miért reagálok úgy rá, ahogy. Szóval, hogyha megvan a pontos stresszforrás, ami azért fontos, arra tudjuk ráépíteni azt, hogy mi lesz a megoldás, meg hogy hogyan fog ez kigyűrűzni a többi életterületre, hogyan hat. Mert hogyha eszközöket keresünk, nagyon fontos, hogy nem csak az ügyfél számára legyen ez egy hasznos megoldás, hanem a környezete számára is egy bevehető változás legyen egy részről. Másrésztről meg nagyon fontos, hogy ő maga meg tudja határozni, hogy igazából mit akar. És ha nem tudom, hogy mi a stresszforrásom, nem fogom tudni megmondani, hogy pontosan mit szeretnék. A célkitűzés az egy külön művészet, igazából az sem egy olyan egyszerű dolog, hogy megmondom, hogy én mit szeretnék. Tehát, hogy ez egy komolyabb történet, abba is belemehetünk, hogyha érdekel. A lényeg, hogy megfogalmazza, hogy mit szeretne változtatni, és amikor úgy érezzük, hogy ez egy elérhető cél általa megvalósítható, rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, meg képességekkel, vagy ha nem, akkor megnézzük, hogy hogyan tudja ezt megszerezni, akkor fölállítunk egy tervet, hogy ebből az A pontból B pontig hogy tud ő eljutni, ehhez milyen stresszkezelési eszközöket kell neki megtanulni, vagy hogyha tudja, akkor finomítani, és ami nagyon fontos, személyre szabni. Mert hogy nagyon sokszor jönnek úgy, hogy azt mondják, hogy csak nehogy azt mondd, hogy meditáljak, mert akkor kiszaladok, tehát hogy azt gondoljuk, hogy stresszkezeléskor meditálunk, nem, tehát egy számos módszer van erre, és mindenkinek meg kell találni azt, ami a személyiségéhez illik, az élethelyzetéhez, a körülményeihez, a problémájához, és hogyha ezt személyre szabtuk, és ezt a kis mini akciótervet felállítottuk, akkor a harmadik lépés maga a megvalósítás, mert hogy sok mindent lehet tanulni, meg felismerni, meg aha élményeket szerezni, de hogyha ezt nem építem be a mindennapjaimba, nem változtatok, nem válik egy gyakorlattá, akkor az olyan, mintha a tréning után beraknám a
könyvemet a fiókba, és soha Igen. többet, tehát akkor nem lesz változás. Úgyhogy igazából ez a mentoring folyamat, amikor én kísérem utána még 3 hónapig, hogy ezt hogyan tudja beépíteni. 3 hónapig, ezt Igen. is akartam kérdezni, Igen. hogy ez körülbelül mennyi idő. Volt olyan, aki szembenézett önmagával, tényleg tükör. Igen. Egyébként az ókori Egyiptomban a tükör és az élet egyetlen szótőből származott, úgy tudom. Tehát nem rendkívül tudom. Sokat elárul ugye Igen. a tükör erejéről és jelentőségéről. Igen. Volt már olyan, aki tükörben nézett egy pillanatra mondjuk nálad, és azt mondta, hogy jó, hát ő ezt nem csinálja, tehát föladja. Igen, de az a jellemző, hogy akkor sem azt mondja, hogy nekem ez sok, és nem tudom vállalni, hanem valami kifogáskeresés történik. Ez a nincs Igen. időm, nincs energiám, nincs pénzem, bármi. És akkor elmaradnak. De hát őket nem lehet nyilván erőltetni, mert még nem tartanak ott fejben vagy lélekben. Igen. És majd jön, amikor egy nagyobb pofont kap. A hétköznapi ember ezt már hallottam, hogy úgy fogalmazza meg, hogy még nem fáj eléggé. Igen. Nyilván ti szakemberek nem így fogalmaztuk, de én már hallottam ezt, és így meg is hökkentem ezen, hogy valóban lehet benne valami. Hát abszolút. És tényleg úgy van, hogyha valaki nem vállalja a felelősséget, és nem kellőképpen tudatos, akkor az élet visszaadja, de még nagyobb pofonnal így ugyanazt van. A problémát. Ez így van. Én mindig gondolom, hogy bele kell állni mindenbe, mert nem akarom már, hogy még egyszer jöjjön, szóval, hogy ez tudatossága vagy nem, de én azt gondolom, hogy ami jön, az szépen szembe kell vele fordulni, mert ugye hát ha elfutok az oroszlán elől, akkor utána fut, szóval, és tulajdonképpen én táplálom, ugye azzal, hogy futok előtte, még ha szembenézek vele, van esélyem. Igen, de nem mindenki gondolkozik nem mindenki. Így, vagy nem mindenki tart itt. Ez is sok mindenem múlik, személyiség típustól kezdve, sok mindenem. De neked igazából nincs egy, szóval, hogy minden ember más. Így van. Tehát itt mindegyik más eset neked, hiszen mást hoz a gyerekkorából, más mintát kapott otthonról, mások a problémái. Igen. Tehát ebbe a te hivatásodban az a félelmetes is, és a gyönyörű egyszerre, hogy nincs két egyforma eset. Így van, úgyhogy nem lehet megunni, meg ezért szeretem ezt a kérdezés technikát, amivel dolgozom, tehát, hogy itt nem egy ilyen megmondom a tutit, és akkor csinálod. Kérdezel? Kérdezés technikával dolgozom, mert hogy ugye úgy kezdtük is, hogy benne Igen. van a válasz. Tehát, hogy Igen. igazából abban támogatom, hogy a saját válaszát megtalálja a saját kérdéseire, és hogy föl tudja tenni magának is aztán ezeket a kérdéseket otthon, és elvigyen egy ilyenfajta tudást is, tehát nem csak az eszközöket, hanem egy másfajta mindsettel, vagy nézőponttal, gondolkodásmóddal fog elmenni, amit utána ő már fog tudni az élet más területein meg később is hasznosítani. Tulajdonképpen egy jó föltett kérdés néha átfordíthatja az embert. Hát leginkább az, én azt látom, Igen. tehát amikor megmondja valaki, az nem szokott úgy működni, mert az ellenállást válthat Igen. ki, az nem az én gondolatom, az nem az enyém. Így van. Így van. Jaj, milyen nagy bölcsesség ez, és jaj, de jó az a beszélgetés. Igen, kérdéseket, mert az emberek általában félnek attól, ezeket a megmondó emberektől. Igen. Félnek szembenézni önmagukkal, a problémával, és bizony a kérdéssel mennyire bölcsebben, és milyen jó pedagógia ez. Hát meg jobb, ha maga mondja ki, igen, mert akkor az biztos, hogy a saját felismerése lesz, a saját aha élménye, és valahogy mélyebbről jön, tehát biztos, vagy nagyobb valószínűséggel csinálja meg azt, amit Igen. ígér magának. Vagy... Nagyon bizalmi dolog ez, közötted és a vendégeid között, vagy nem tudom, ügyfél, nem tudtam, hogy ugye, mert ugye betegnek nem beteg, páciens talán arra gondoltam. Nagyon nagy bizalom ez. Nyilván, hogyha téged lát valaki, érzékeli az energiádat, akkor én már abban is hiszek, hogy nem véletlenül kerül hozzád. Én is hiszek benne, de nem mindenki ilyen, nem, tudod. Nem mindenki. Szóval, hogy én már azt is gondolom, hogy az is egy vezérelt, hogyha hozzád kerül valaki. Igen. Veszi a fáradtságot, elmegy, ki meri mondani. Igen. Segítséget mer kérni. Igen. Ez már fél siker. Így van. Jaj, nagyon. Szóval, és akkor kérdéseket teszel föl, és nyilván mindenkinél... gondolom nem rejtik véka alá, ahogy mondod is, ezeket az aha élményeket.
Szóval, hogy ott így vállalják, hogy úgy ráeszmélnek a problémák persze, gyökerére. Meg ezt az a legelső alkalommal meg is beszéljük, hogy ez akkor működik, ha őszinte az ő részéről is, az én részemről is. Igen. Mindent kirakunk az asztalra, azt is, hogyha valami nem működik, vagy nincs kémia, bár az azért az elején többnyire kiderül, mert hogy az őszinteség az alapja, meg a bizalom ennek az egész folyamatnak. Egyébként le is szerződünk, ez le is van papírozva, titoktartás, minden, tehát ezt komolyan veszem én is. Igen, ez látszik is rajtad, vagy legalábbis hát, aki ilyen elhivatott, az nem is tudja másképpen. Nagy nyilván, ugye ezt említettük már, hogy itt az empátia az egyik kulcs szó. Nyilván te profi szakemberként tudod azt, hogy ne vedd át a másik terhét. De azért mégiscsak úgy érzem, hogy megérintenek az emberek problémái, nem? Hiszen hát nálad teszik le azokat. De persze, nyilván hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Inkább az első években volt jellemző az, hogy természetesen olyan problémákkal jöttek, ami az enyém is, tehát közben én is dolgoztam bele. Csak mondjuk te előbbre jársz már, vagy másképp. Előbbre járok, igen, hát én már azért legalább 30 éve foglalkozom önismerettel, meg én is járok szupervízióba, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy ott ugye az ilyen dolgokat megbeszéljük. De aztán tudatosan elkezdtem erre figyelni, hogy meg hát nyilván minél több sztorit hallok, minél több érintési pont van, valahogy immunisabbá válok a jó értelembe véve, tehát, hogy nem veszem olyan mélyre, meg hát én is tanultam ilyen technikákat, amikkel ezt le lehet otthon azért tenni, vagy lezárni, és nem hazavinni, úgymond, vagy nem a lelkemben tartani ezeket a történeteket. Igen. Azért kérdeztem, mert egyszer egy nagyon-nagyon nagy színésznőt láttam a színpadon játszani egy nehéz darabban, és utána megbeszéltük, hogy beülünk a színház büféjébe is, iszunk egy italt. És kijött mosolyogva, ragyogóan, én romokba hevertem a színdarabot, és úgy éreztem, hogy megfordult a világ, és akkor kérdeztem, hogy jól vagy? És mosolyogott, és azt mondta, hogy ez egy szakma. És ugye rájöttem, hosszan elgondolkodtam ezen, ez úgy nagyon megérintett engem ott az a pillanat. És rájöttem arra, hogy nem lehet elégni minden előadásnál, mert akkor 5 előadás után föladja, szóval nem tudná csinálni. Nálad jutott most szintén eszembe ez, azért is kérdeztem, hogy igen, ezt meg kell tanulni kezelni, vagy kordában tartani. Meg a segítő szakma ilyen szempontból a kiégés kapcsán azért igen. Jobban érintett pont emiatt, amit mondasz. De nem véletlen van szupervízió, meg ezek a technikák, amiket mi is magunkon alkalmazunk, hogy ez ne történjen meg lehetőleg. De ez szerintem egy nagy szerelem, ez a hivatás, szóval ezt csak úgy lehet csinálni. Én is így érzem, hogy ezt másképp nem. Igen. Hogy ez itt annyira szívvel, lélekkel dolgozol, mert adni akarsz meg terelgeted az embereket, akik hozzád fordulnak. Hát meg jót akarok, igen. Tehát, hogy én is úgy gondolom, nyilván magamból tudok kiindulni, nem tudom másnál ez hogy van, de hogy ez csak egy ilyen elhivatottsággal lehet. Igen. Főleg hát hosszú távon. Erre utaltam, őrangyal szolgálatot válasz. Nyilván veled is előfordul, hogy elfáradsz, vagy szomorú vagy, vagy jobb kedved van, hát miután emberből is vagyunk, és ugye te is mondod, hogy te is jársz. Igen. És önmagad a fejlesztetés kordában tartod. Igen. Ez gondolom elkerülhetetlen nálatok. Igen, meg pszichológusoknál úgy tudom egyébként, hogy szakmai előírás is. Nálunk kócsoknál ilyen nincs, de én is járok. Egyébként pedig én amúgy is ilyen vagyok, hogy állandóan továbbképzéseken vagyok, és különböző ilyen módszer-specifikus tanulmányokat végzek, úgyhogy bővítem folyamatosan azokat az eszköztárakat, amikből aztán én is tudok táplálkozni, de járok rendszeresen én is, pszichológus is, meg coach is az illető, tehát szupervízióba. Nekem ez tetszik, mert az élet is ugyanilyen, hiszen egy állandó beavatásban van itt részünk is. És én azt hiszem, hogy igenis mindig fejlődnünk, mindig tanulnunk kell, hogy tovább vagy magasabbra, mindegy, hogy nem kell irányt szabni, csak valamerre haladjon az élet. Ez így van. És ez egy nagy tanulóbolygó tulajdonképpen ez a Föld, szóval azért érkeztünk ide, hogy fejlesszük a lelkünket. A környezeted,
akik szeretnek, a barátaid, családod, édesanyád, akiket szeretsz, ő belőlük nem váltott ki azt, hogy így állandóan kérdezgetnek tőled praktikákat, vagy trükköket, hogy... Képzeld el, hogy nem. Tehát annyira rendesek, hogy otthon hagynak magánembernek lenni. Tehát nem. Inkább azt figyelem meg, hogy de ez kiskoromtól kezdve, hogy olyan könnyen megnyílnak nekem az emberek, tehát elmondják a bánatukat, de most kifejezetten praktikákat kérjenek, vagy azt várják, hogy én kérdezgessem, vagy terelgessem őket, nem. Erre nem. Kínosan figyelnek a barátaim különösen, nagyon kedvesek. Ha meg valaki úgy van, hogy jön hozzám egy távolabbi ismeretségből, akkor az meg úgy kezeli, hogy akkor ez most egy munka, és akkor ennek megfelelően. De család nem. Igen, mert ugye ez gyakran előfordul, hogy valaki a foglalkozását nem tudja egyszerűen letenni, mert a többiek igénybe veszik ezt. Ugye a stresszről beszéltünk, de hát nem csak negatív, vagy nem csak nehéz stressz van, mert hogy egyértelműen erre kezdtem el a beszélgetést terelni, de egy interjútban láttam, ugye, hogy beszélsz a pozitív stresszről is, hogy azért a stressznek is két oldala van. Mi ez a pozitív stressz? Pozitívnak mondják azt a stresszt, ami nem lehúz, leterhel, hanem igazából energiát ad, motivációt ad, felpörget, spanol, ilyen szavakkal éljek. Tehát amiből igazából merítesz, és egy pozitív végkifejlet, vagy egy megoldás felé terel. Emiatt kevésbé visel meg, de igazából ugyanazokat a fiziológiai változásokat idézi elő a szervezetben, csak ugye a szubjektív megélése teljesen más. Tehát mondjuk megint, hogyha maradunk egy munkai példánál, hogy van egy prezentáció egy nagy közönség előtt, akkor vannak olyan emberek, akik ezt egy nagy kihívásnak érzik, és szeretnek szerepelni, és persze izgulnak egy kicsit, a tenyerük nedves, meg szaporába szívverésük, de őket ez így tölti, hogy ott sok ember előtt prezentálnak, és nem tudom, jól teljesítenek. És van olyan ember, akit ugye ez teljesen a mélységbe lehúz, és már előző éjjel ott retteg, vagy hetekkel előtte, hogy Úristen, mi lesz, és rendesen beteg gyakorlatilag a stressztől. Igen. Azt tapasztaltam a saját életemben, hogy a nagyon nagy örömöket, egy elismerést, szakmai elismerést, nehezebben dolgoztam föl, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy megszakad a szívem. Tehát, hogy annyira nagy örömért, hogy egyszerűen úgy hirtelen nem tudtam, hogy hogyan tovább, vagy mit kezdjek ezzel a nagy örömmel. Még hogyha mondjuk egy próbatétel jön, akkor azon gondolkodom, hogy ezt meg kell oldani. Uh-huh. Hogy megoldás fókuszúan gondolkodsz valószínűleg. Hogy akkor ez is ugye nyilván, gondolom, hogy ez is mindenkinél eltérő, hiszen ugye nem egyformán dolgozzuk fel az örömöt, meg a bánatot, nagy nehezen csak elmondtam, hogy mit szeretnék. Igen, igen. Ugye? Hogy ez is... Meg hát ez, amit meséltél, hogy jó dolog történt, ugye, amit az elején kezdtük, hogy kibillentett, az is a normális állapotból, és akkor hirtelen mit kezdjek vele. És hogy ez is tulajdonképpen egy stressz, egy jó stressz, de mégiscsak kibillentél, és valamit ott másképp kellett csinálni, fel kellett dolgozni. Igen, mert mondjuk tegyük föl, maradjunk a szakmai, mert ugye többször mondtad, hogy munkahelyi probléma, mert hát nem csak magánéleti problémáik vannak az embereknek, hanem hát munkahelyi is nyilván. Gondolom, hogy ezzel és azzal is keresnek a vendégeid. Igen. Meg hát ugye mindennel összefügg. Meg hát minden mindennel összefügg, munkahelyi igen. Munkahelyi emberek vannak. Így van. Szóval, hogy igen, most értem meg, hogy nyilván a pozitív dolog is, a nagy öröm is kibillenti az embert, és kicsit az olyan, hogy úgy nem tudod, hogy hogyan tovább, hogy most hogy elértem ezt, és akkor majd akkor ezután mi lesz, vagy mit kell még csinálnom. Igen, szóval kicsit így értelmeztem én ezeket a pozitív dolgokat. Igen, meg azt is fontos tudni, hogy azért ez sem egy ilyen fekete-fehér dolog, hogy jó stressz, rossz stressz, mert a jó stresszből is, hogyha sokáig jelen van az életünkben, akkor tehát krónikus stressz, egy rossz élettani hatású stressz tud válni. Tehát még nagyon szeretem a munkámat, és állandóan hajtok, mert a lelkesedés visz előre, meg a sikerélmény, az egy ideig jó stressznek mondható, de egy idő után ugyanazokat a stressztüneteket tudja mondjuk a túlhajszoltság kiváltani. És mit gondolsz, minden emberben van valami stressz?
Mert most úgy gondolom, hogy igen. Érvényes. Válaszoltam is. Igen. Ugye? Hogy gondolom, hogy a nehézségek, vagy a megoldandó feladatok azért túlsúlyban vannak. Persze, de ugye minden olyan inger, ami kibillent, ez lehet egy, nem tudom, kimegyek az utcára, és rettetesen hideg van, és lefagy a fél ujjam, most mondtam egy extrém példát, vagy megvágom magam. Tehát az is egy stressz, az is egy olyan inger, ami a megszokott mederből, tehát hogy mindenkit ér. Régen, nem tudom, amit mondtál te is, hogy jött az oroszlán, vagy a mamut, igen, az volt a nagy stressz, akkor középkorban egy járvány, vagy egy nagy, igen, betegség. Most ez az információdömping, ami körülöttünk zajlik a világban. Tehát itt szerintem sose volt olyan, hogy nem érte stressz az embert. Igen, egyidős az emberrel nyilván, igen, hát futott a mamut után, vagy a mamut előtt, igen, szóval, hogy mindig volt, csak nyilván most már annyira felfokozott életet élünk, hogy itt már talán azért már nagyon durván megkapjuk. Túl sok az inger. Túl sok, igen, ugye? Igen. Nyilván egy lakatlan szigeten, kellemes, ragyogó napsütésben, meg nem tudom, egy mangófa alatt kevesebb stressz írja az emberi lelkeket, mint egyébként. Fölírnám mindenkinek a te kezelésed, vagy tulajdonképpen iskolában kéne tanítani ennek a kezelését, úgy érzem most. Igen. Szerencsére egyre több helyen van már ilyen stresszkezelési tréning munkahelyeken egészen biztosan, iskolában nem tudom, ahova az én gyerekeim járnak, ott nem találkoztam bele, viszont ott is vannak már olyan kezdeményezések iskolákban, hogy a gyerekekkel kicsit ilyen önismeret szempontjából foglalkoznak, tehát hogy azért már elindult, azt gondolom, ilyen irányba az oktatás, de igen, tehát hogy sokkal többet kéne ezzel foglalkozni. Igen, igen. Én is azt tapasztalom laikusként, hogy hajnalodik már a szívekben, de ahogy mondtam is én is az elején, hogy még mindig csak kapargatjuk a felszínt. Igen, igen, igen. És nyilván sokkal nagyobb számú embernek lenne szüksége arra, hogy valóban tegyen is megkeressen egy segítőt, kócsot, aki egy picit helyére billenti. Igazából minden ember mellé kéne egy segítő szakember. Van is valószínű, csak lehet, hogy nem beszélgetünk velük eleget. Lehet. Amikor látod, hogy a gordiuszi csomót, Tacsándor átvágta mondjuk karddal a gordiuszi csomót, de te szó szerint kibogozod. Együtt bogozod az ügyféllel. Akkor feltételezem, hogy te nagyon sok jót is látsz, igen, a végén, igen, amikor úgy megoldódik, és azt mondja, hogy heuréka, túl vagyok ezen. Igen. Hát akkor már el tudnak téged engedni a vendégeid? Nem mindenki, ez megint változó. Tehát van, aki azt mondja, hogy 3 hónap után befejeztük, lement az X alkalom, amiben megállapodtunk, és ő kész kalapkabát, és tényleg teljesen jól el van. Időnként még vissza szoktunk csekkolni pár hónap után, hogy kivel mi van, és van, akinél teljesen működik, és viszi tovább, és van, akinek meg igénye van arra, hogy többször visszajöjjön még egy-egy ilyen emlékeztető vagy beszélgetési alkalomra, és akkor ő neki talán tovább tart, de olyan nincs, hogy nem tudom, évek járnak hozzám, vagy ilyesmi, tehát rövidebb. Mert megtanítasz a tőle segítséget kérőknek nyilván olyan taktikákat, vagy olyan lehetséges utakat, amit nyilván az eléggé tudatos tud alkalmazni, és utána már önmagát is képes tovább lendíteni. Ez lenne a célja. Ugye beszéltük is az elején, hogy egy másfajta gondolkodásmóddal mennek azért sokan el. Igen. És akkor utána ő azt már tudja magának intézni. Igen. Hát lehet, hogy mindenkinek, vagy a legtöbb embernek elég lenne egy 3 hónap, és akkor utána már jobban menne az életünk. Erre mondtam, hogy föl kéne írni téged, vagy be kéne vezetni az oktatásba. És tanulsz, ugye, folyamatosan képzed magad. Mi a célod? Minél több embernek segíteni, vagy mi, van-e más? Mi a cél? Minél több embernek segíteni, az biztos. Igen. Meg van egyfajta ilyen edukációs célom is, hogy minél, igen, több emberhez eljusson, hogy valójában mi ez, mit lehet csinálni, és annak az üzenetnek az eljuttatását is fontosnak tartom, hogy mindig van megoldás. Mindig van fény az alagút végén, csak meg kell találnunk, és dolgozni kell érte. Igen, hát ez egy gyönyörű mottója a te elhivatottságodnak, és
és lehetne végszó is. Tulajdonképpen fölírtam egy nagyon-nagyon sok mindent, de sajnos a műsoridő, több műsort is meg tudtunk volna tölteni. Nagyjából azért a lényeget talán érintettük. Azt írtad egyhelyütt, hogy olyan emberekkel foglalkozom, akik a stressz hatására elfelejtették, hogy jó élni, hogy milyen kipihenten, nyugodtan létezni. A hozzád járók, ki mennyi idő alatt, ugye beszéltük, hogy mindenki más, de gyakorlatilag egy pár hónap alatt ezt megtalálhatják önmagukban. Legalábbis erre meg tudod őket tanítani. Elindulhatnak az úton, így van. És kapsz olyan visszajelzéseket, hogy azt mondják, hogy ú, de jó, találkoztam önmagammal, és végre a régi vagyok. Kapok, és el is szoktam rakni ezeket az üzeneteket, meg kis ajándékkártyákat, igen, és ebből nehéz időkben tudok táplálkozni, igen. Nagyon szép történetek vannak. Hallgatnánk még sokáig. Nagyon szépen köszönöm, Krisztina, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit beavattál minket ebbe a különös világba. Remélem, hogy minél több embernek tudsz segíteni, és köszönöm a figyelmet, és én azt kívánom önöknek, hogy Gyurai Krisztina stresszmentor mottóját, hogy jöjjenek rá újra arra, hogy jó élni, hogy milyen kipihenten és nyugodtan létezni. Hogyha egyedül nem megy, akkor kiváló szakemberek segítenek nekünk. Ne feledjék Gyulai Krisztina nagy mondatát, hogy mindig van megoldás. Köszönjük a figyelmet!